Nagyecsedi legények járták a szatmári verbunkot a Jánkmajtisi port a Csűrjében szombaton. A tánc eredete a 18. századig nyúlik vissza. Ez az időszak Európában a nemzeti táncok kialakulásának ideje volt, melyek a korábbi hagyományból szervesen formálódtak és meghatározták a néptánc további alakulását. A közép- és nyugat-európai polgárosult táncéletből már kikoptak a férfi táncok, ellenben a reformkori Magyarország táncéletében még jelentős szerepük volt. A régi stílusú táncainkra jellemző improvizatív táncalkotás a verbunkban élt tovább. A verbunk napját tavaly rendezték meg először. Hazánk több településén, valamint a Felvidéken és Erdélyben is összegyűlnek ebből az alkalomból a táncosok. A múzeumfaluban 10 táncegyüttes tagjai ropták és tanították is az érdeklődőket. Délután pedig a táncosok gálaműsort adtak, ahol bodrogközi és hajdúsági verbunkot is láthattak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos helyszíne Nyíregyháza, illetve a környéke, a szatmári vidék, a szatmári síkság, a nyírség, a rétköz, a verbunk táncoknak, hiszen ezen a nyelvterületnek, ezen a részén, tehát a magyar nyelvterületnek ezen a részén itt mindig, mert szóval nagyon régóta már élő verbunk hagyomány van. Ez egészen egyébként így van a mostani időkig, hiszen csak a nagyecsedieket, hogyha látjuk, akkor tudjuk, hogy mennyire szívükön viselik, őrzik a saját hagyományukat és táncolják a verbunkot, és hát persze az összes táncegyüttes, aki Magyarországon valamire való táncegyüttesnek mondja magát, mindenki megtanulja a magyar verbunkot. A fiatalok életének is fontos része a tánc, ezért is örültek, hogy találkozhatnak más táncegyüttesek tagjaival a rendezvényen. Én már gyermekkorom óta táncolok, mert az édesapám néptánctanár, és anyukám is nagyon régóta táncolt. Úgyhogy a tánc igazából az életem legnagyobb részét jelenti, és nagyon szeretem ezt csinálni. Összehozza a csoportokat, és így tudunk közösen táncolni egy jót. És a verbunk hozzátartozik a tájegységünkhez, és a hazait táncoljuk együtt. A nézőket a tánc mellett élő porták, kézműves bemutató és vásár is várta, valamint népi ételeket is kóstolhattak a múzeumfaluban.